A Liget Galéria vezetője, Várnagy Tibor az Ugló Televízió stúdiójának vendége, akit szeretettel köszöntök itt. Van egy pici apropónk annyi, hogy ön hamarosan nyugdíjba készül, és ilyenkor mindig esedékes, hogy az ember valami fajta számvetést készítsen a munkájáról, de igazából nem ez volna a cél. A cél az az, hogy a Liget Galériáról beszélgessünk, arról, hogy pontosan mi történik ott, milyen helyet foglal el a főváros kulturális életében. Lehet-e egyáltalán valahogy rangsorolni a, a, galériákat, hogy, hogy, kinek mi a szerepe? Van-e valami fajta munkamegosztás ezen a területen? Van, és ez nagyon fontos a munkamegosztás. Tehát ezt mindennél fontosabb hangsúlyozni, hogy ugye minden kiállítótér ez most körülbelül 50 nagyságrendileg 50 galéria dolgozik Budapesten azért, hogy a kortárs képzőművészetet bemutassa. Ezek között vannak kisebb, meg nagyobb helyek, és természetesen egy munka megosztás van a különböző intézmények között, hiszen ennek az egész intézményrendszernek az a célja, hogy, hogy felfedezze, hogy kik azok a művészek, mik azok a művek, amik korszakosak. Na most ez elkezdődik úgy, és akkor itt a Liget Galériának a, a, a szerepe, hogy a Liget Galéria azok közé a kisebb kiállító terek közé tartozik, amelyek egyből a műteremből ö, hozzák és mutatják be Tömpen elsőként azt, hogy ott éppen mi készült. Nem egyedül a Liget Galéria foglalkozik ezzel, hanem sok más hasonló kisebb galéria is, és akkor ezzel elindul ugye egy folyamat, ahol ezeket a műveket értelmezik a kritikusok, a szaklapok, a szakemberek, és akkor mennek a művek további intézményekbe, ahol más összefüggésekben nézik meg őket, és akkor így a végén eljutnak a múzeumokba, ami már ugye egy olyan hely, ahol tulajdonképpen a laikus közönség számára ö, mutatják fel ezeket az eredményeket, hogy akkor végül is ebben a korszakban mik voltak korszakos dolgok. De akkor, ha jól értem, akkor a, az ön szeméd meg a munkatársainak a szemén múlik, hogy ö, melyik fiatal művész kezdhet el egy egy ígéretesnek tűnő pályát, tehát hogyha kap egy lehetőséget bemutatkozásra, önök fantáziát látnak benne, akkor voltak éppen a Liget Galéria az első hely, ahol ő a közönséggel találkozhat? Ez részben így van, de hál' Istennek mondom, más intézmények is vannak, és a, tehát hogy minden intézménynek van egy úgynevezett profilja. Na most ez nem feltétlenül olyan nagyon tiszta profil, van olyan is, hogy valamelyik galéria egy műfajjal foglalkozik, vagy egy irányzattal foglalkozik, vagy nem tudom, tehát, hogy ilyen speciálisabb. Általában inkább az a jellemző, ami ránk is jellemző, mert hogy a művészet az egy dinamikus folyamat, tehát ez folyamatosan változik. Ezt mindig jönnek trendek, amik aztán elmúlnak, megjelennek új műfajok, amik a lentősségét átveszi valami más, és ennek megfelelően ez a profil ez azért változik, de természetesen nem önkényesen változik, hanem hát elkezdődik onnan, hogy egy adott galéria, mondjuk a liget, ugye a 80-as évek elején került bele ebbe a munkamegosztásba, és akkor rögtön meg kellett találnia azt a pontot, amivel az összes többi nem foglalkozott. És mi volt Tehát, ez a pont? Akkoriban jött az új hullám, és akkor a, az új hullámnak például jellegzetes műfaja volt a performance, a fotó, és a, a Liget Galéria ugye pici, ez 5x6 négyzetméter, tehát mi hatalmas festményeket vagy szobrokat ha akarnánk, se tudnánk kiállítani, vagy legalábbis csak hatalmas képekből mondjuk egyet-kettőt, de hát azok se csontvári méretűek, csak mondjuk nem ekkorák. Tehát, hogy, hogy ezek a lehetőségek, meg plusz az a bizonyos művészet történeti pillanat, ez befolyásolhatja azt, hogy mivel kezdünk el foglalkozni, és aztán eltelik 4-5 év, és akkor már a performance művészet nem annyira érdekes, de megjelenik valami új, mondjuk az installációzás, vagy a, én nem tudom, a számítógép és millió dolog, és akkor. Ezt mindegyik galéria saját lehetőségei, technikai felszereltsége, ebben a munka munkamegosztásban elfoglalt helye, akkor a saját kapcsolatai, tehát hogy folytatja, és próbál áttérni, váltani bizonyos dolgokat, felerősíteni a saját, tehát amit tud, amihez ért. Mondjuk például a nőművészet a Liget Galéria esetében. Már a 80-as években megjelent, miközben akkor még nagyon kevés nőművész volt. De aztán ez idővel ö, növekedett a, a nőművészek száma, és úgy 2000 körül már paritásba került a férfi és a női kiállítók ö, száma a kiállítási programunkba, tehát hogy beérett egy folyamat. Mennyire hűségesek azok az alkotók, akik előnök dolgoznak? tehát tovább lépnek, amikor az ő művészi fejlődésük ezt indokolja, és akkor, a, akkor nem Isten a egy ne, galériába állítanak egy, már? Egyrészt tovább lépnek, és ez a normális, természetesen, tehát, hogy bekerülni kereskedelmi galériákba, nagyobb kiállító terekbe, hisz ez jelenti azt, hogy hogy figyelemre méltó a munkájuk. Ugyanakkor a Liget Galéria története pont azt mutatja, hogy nagyon sokan és nagyon jó művészek, és már hogy mondjam, érettebb korukban, meg amikor már híresebbek, akkor is szívesen visszajönnek hozzánk, mert szeretik ezt a teret, Ö, jó a munka kapcsolat velük, vagy például ajánlanak kiállításokat, vagy művészekre fölhívják a, a figyelmünket. Mennyire fontos a pénz? Tehát azok az alkotók, akik kiállítanak, azok azt is remélik, hogy értékesíthetik a műveiket, nem feltétlenül önökön keresztül, de annak révén, hogy megismerik a munkásságukat, vagy pedig fontosabb a bemutatkozás vágya? Hát a mi esetünkben a bemutatkozás vágya az, az természetesen az, az az alap, az az ele, elemi dolog, a, a műkereskedelem, a műtárt piac az nálunk most van kialakulóban, tehát még azt sem merném állítani, hogy befejeződött volna ez a folyamat. Ez elkezdődött a rendszerváltás után, és még tart. És tömpen ez a, a mi munkánknak is a... Tehát az az értelme, ugye két értelme van. Egyrészt, hogy, hogy a kortás művészeket ismerje meg a hazai és a külföldi közönség. Tehát, hogy, és nyilván, hogyha az előbbi nincs, tehát hogyha itthon nem szeretnek, nem tartják fontosnak, akkor a külföld se fogja annak tartani. Na most mi egy olyan helyzetbe kezdtünk el dolgozni a 80-as években, amikor például még nem voltak kortárs művészeti múzeumok. És ez azt jelentette, hogy Magyarországról, Budapestről nézve nem igazán lehetett látni, hogy mit csinálnak Bécsben, Varsóban, Prágában, hogy Németországról vagy Amerikáról ne is beszéljek, és ugye ez hiányzott, elszigetelt volt a, a, a magyar széna, és akkor mi elkezdtünk ezen dolgozni, mert akkor ez egy lehetőség volt, hogy mi ilyen kis galériák elkezdjünk a... és hát éppen a Liget úgy alakult, hogy mi a Varsói, Lúcsi, Bécsi kollégákkal, de hát Dánokkal, Németekkel elkezdtünk tudni cserélgetni, ami nagyon tanulságos volt, mert tényleg mi, mi is láthattuk, hogy náluk mi van, meg ők is láthatták, hogy nálunk mi van, és ezek a, ezek nagyon fontosak a művészet szempontjából. És hát persze a, a közönség, a, a, a sajtó, a szakma, tehát, hogy ezek, ezek mind támpontok, hogy, hogy, hogy milyen reakciókat kap a művész a, a közönségétől, mert ahhoz képes tanulhatja meg azt, hogy hogyan kommunikáljon pontosabban, hogyan érhet el olyan reakciókat, mint amiket szeretne elérni, olyan hatásokat, olyan... Ha belegondolnak a nézők, akkor a kortárs irodalom, vagy például a film, az sokkal jobban ismert, mint a képzőművészet. Holott a képzőművészet ahhoz nem kell nyelvtudás. Tehát, hogy elvileg ebben sokkal több van, mint ahol most tartunk. És -hát, Tehát, ezért... idő, egy film megnézéséhez idő kell, vagy. Igen, igen. Egy tehát, is. hogy is. Jó, azt nem mondom. Tehát, hogy a képzőművészetben is van az, hogy ránézek egy képre is, és ugyan lejön sok minden belőle, de azért, hogyha meg akarom érteni, akkor lehet, hogy utána kell nézni ennek, annak, a mannak. Tehát, de ez minden művészeti ágban így van. Én csak azt akartam mondani, hogy, hogy a, a képzőművészet ma kevésbé ismert, mint, a, mint mondjuk az irodalom vagy a film, ami kár, mert ugyanolyan nagyszerű tehetségek és, és remek művészek vannak. És hát mi ezért dolgozzunk, hogy, hogy ez jobban ismertebbé váljon, természetesen elsősorban itthon, és aztán, hogy a nemzetközi porondon is a saját rangját megkapassa. Végezetül azoknak a nézőknek, akik kedvet kaptak ahhoz, hogy elmenjenek most a Liget Galériába, kérem adjon egy kis ajánlót, szóval mit fognak ott látni? Hát a jövő héten nyílik a, az utolsó olyan kiállítás, amit még én csinálok, ez lesz az 500 -dik. és ez egy ilyen vicces, egy férfi és egy nő fog kiállítani, Szí Kamilla és Szí Ferenc, de ők nem rokonok, csak névrokonok. A Kamilla, ő grafikus művész, és a Feri viszont költő és író. ez nem az első kiállításuk náluk, hanem már a második, és a kiállítás cím az lesz, hogy hegy. A hegy a geográfiai értelemben, és úgy is, mint mondjuk Ceruza hegy. hegy. vagy ez lesz a, a következő kiállításunk, és aztán utána a, a dobokai Máté kollégám fogja folytatni. Köszönöm szépen, hogy eljött, és sok sikert kívánok még a galériában is, és a galériás világban is. Köszönöm szépen.